Dobos Dániel zeneszerző Szeged napjára írt kórusműve is felcsendült az Árpádházi Szent Erzsébet templomban a város születésnapján. Az ünnepi hangversenyen az ős bemutató mellett a többi között Kodály Zoltán, Kocsár Miklós és Bárdos Lajos műveit is hallhatta a közönség a Ventus fiúkórus kórus és a Bartók Béla női kar előadásában. Május 21-én a város évek óta színes programsorozattal ünnepli Szeged születésnapját. A borfesztivál a hétvégi hídivásár mellett a Szeged napi kórus ünnep is nagy múltra tekint vissza. 1996 óta a szegedi önkormányzat minden évben felkér egy zeneszerzőt, hogy komponáljon egy kórusművet a város valamely kórusa számára. Idén az Árpádházi Szent Erzsébet templomban tartott ősbemutatón Dobos Dániel zeneszerző Sanctus című művét szólaltatta meg a Bartók Béla női kar. A komponista most először dolgozott együtt a szegedi kóristákkal. Tulajdonképpen, ami engem foglalkoztatott régóta, hogy a Sanctus szövegnek ugye az elején a szentírás részben benne van, hogy ugye szent vagy, szent vagy, szent vagy, és ugye ez egy vég nélküli ismétlés. Illetve az, hogy én alapvetően most a disszertációm kapcsán is minimalizmussal foglalkozom, hogy ez egy alapvető technika, hogy repetitív elemekkel dolgoznak a zeneszerzők, és valahogy ez a kettő találkozott a fejemben, amikor a művet komponáltam. A kórusműben a régi és új hangzásvilág is megjelenik. Egyszerre hallhatók a minimalizmussal jellemző gregorián dallamok és új hangzások is. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, ezután is nagyon hálás vagyok érte. Azt gondolom, hogy akármilyen életkorú zeneszerzőnél ez egy nagyon kellemes és jó érzés, amikor megkérik, mert ugye tiszteletet, illetve hát most mondjam, tehát bizalmat szavaznak számára, de azt, hogy még éppen 30 év alattiként erre lehetőségem volt, ez meg duplán úgy gondolom, hogy egy nagy bizalom az irányomba, és igyekeztem megszolgálni ezt a bizalmat. Valkai Dávidnak, a Bartók Béla női kar kórus vezetőjének a zeneszerző régi ismerőse, így a közös munka lehetőségének mindketten örültek. Ráadásul a kórus egy új arcát is megmutathatta, mivel a Sanctus tételhez hasonló művet még nem énekeltek. Azt éreztük, hogy egyre jobban a miénk a darab, egyre jobban szeretjük. Nehéz volt ritmikailag, hangilag, jó gyors tempója van, aztán amikor először eljött Dani a próbára, akkor megbeszéltünk egy pár dolgot, és nagy meglepődésemre szinte mindenre azt mondta, hogy nagyon rendben van, itt lehet egy picit lassabb, itt lehet egy picit több, és hát a templomi akusztikát azért figyelembe kellett vennünk, és le kellett lassítani egy picit a darabot. A város nevében a zeneszerzőnek és a fellépő kórusoknak Kozma József gratulált. És így minden nap különösen ünnep a Szegedváros születésnapját egy ilyen csodálatos eseménnyel tudjuk köszönteni és zárni. Az ősbemutató mellett a Vántus fiúkórus és a Bartók Béla női kar előadásában több külföldi és hazai zeneszerző, többek között Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Kocsár Miklós és Orbán György zeneszerzők művei is felcsendültek.